Egy asztalnál a Spártátlon, mint a világ egyik leghíresebb ultramaratoni futóversenyének idei magyar győztese, Bódis Tamás, és a szekszárdi első beállozó, nevezzük hősnek, Taksonyi Szilárd. Élménybeszámoló zajlott a napokban a szekszárdi placon, egy korábbi ezt a versenyt teljesítő Márkus István moderálásával. Imáron ketten vannak Tolna megyében, akik elmondhatják, képesek voltak legyűrni az Atén és Spárta közötti viadal emberpróbáló 266 kilométerét, és ezzel feliratkoztak a magyar teljesítők évtizedekre visszamenő, hozzávetőlegesen százas listájára. Taksonyit ebben fiatal korának sportos múltja nagyban segítette, de az a 8-10 év, ami legutóbb kimaradt, egyben hátráltatta is abban, hogy sikerül-e az ultrafutók között ilyen gyorsan letenni a névjegyét, de belevágott a kalandba. 21 éves koromig a kerékpársport, és utána egy kis szünet, talán a katonaság, a munka, úgy minden úgy belejátszott, talán a fiatalkori szórakozási élmény, ami sok minden gyerekkorban kimarad az ilyen komoly szinten sportolóknak, és ott egy kis szünet történt, de aztán megint úgy visszahívott a mozgás, a sport. Én nem vagyok egy robbanékony alkat, én akkor is már, amikor elkezdtem futni, akkor is inkább abba az irányba hajaztam, hogy egy félmaratont felépítsek, ami mondjuk egy nulláról, idézőes nulláról azért az egy hosszabb távnak számít. Van itt kezdve az ugye az már nem kihívás, akkor ugye jön egy maraton, akkor egy Ironman, és akkor ugye egyre hosszabb távok, és akkor ezek így alakultak a hosszabb évek során. Hogy keringése, monotónia tűrése, a fájdalomérzés órákon való elviselésének képessége, ami a Spartatlon 266 kilométerének teljesítéséhez a szeptemberi görög klímában különleges terepen futva mindenképpen kell, ez az alap megvan, meg lehet Taksonyi Szilárdban. Nos, biztatóan rámutatott a kvalifikációs versenyeken való szereplése, a szintidő teljesítése. Például a főpróbának számító Korinthosz a szekszárd baja közötti 160 kilométeres verseny. A Spártatlon az úgy igazán nagyon nagy melegbe zajlott. Itt az én gyomrom, ami egyébként meglepett, egy kicsit elkezdett rakoncátlankodni. Hozzávetek egy ilyen 140 kilométernél. Ez nagyjából az a baj, hogy végig is kísért. Kicsit az a gyomorsav érzés, hogy nem emészt a gyomor, és nem akarja a szervezet a pótlást, és ez ilyenkor már megerőszakolású szintű az étkezés. Nem esik jól a gyomornak a léte, a gyomorsav alaphelyzetből. Szilárd ekkor győzte le önmagát, pedig a még hátralévő cirka 100 kilométer mondhatni uttalan utakon zajlott, miközben még vissza volt a Szikláshegység megmászása is. A két egészségügyi kísérő és a sima segítőből álló stábja is bizony tette a dolgát maximálisan a legkritikusabb pillanatokban főleg. Átmentem a hegyeken is, ami egy kritikus pontnak mondható, de azt mondom, hogy azt úgy túléltem, így bizonyos álmossági holdpontokkal túlélve, és utána azért azt mondom, hogy 200 fölött már azért így minden, szinte minden pillanatban ez volt. Másnap délután 4-kor érkezett célba, még egyszer belefutva a nagy hőségbe a verseny során. Eléggé megviselt ugye még egyszer a nagy meleget végig küzdeni, de a nagy görög drukkolótábor az körülöttem, illetve a sok magyar, aki ott volt helyszínen, illetve a barátaim is elkísért, 5 barátom, illetve hát a két kísérőm, akik mindent megtettek azért, hogy én tudjam ezt teljesíteni, akiknek most is hálás vagyok, mert nagyjából nélkülük ez jelen pillanat úgy képzelem, hogy nem lett volna. A 33 óra 18 perces időeredmény, a velejáró 77. helyezés egy újoncnak a Spartatlonon jóval több, mint helytállás, mi több ismétlésre, a világ legkülönlegesebb versenyein való részvételre sarkalló meghívó egyben. És ennek bizsergető érzése már is ott motoszkál Taksonyi Szilárdban.